Köszöntöm a Panongazda nézőit! Mai műsorunkba Dél-Bánátba látogatunk, ahol utána nézünk, hogy hogyan termettek idén a zöldségfélék. A folytatásban szó lesz a szója betakarításról, majd pedig burgonya termesztőkhöz látogatunk. Mindezek előtt azonban legfrissebb termintősdei híreink következnek. A dél-bánáti Torontálvásárhelyen is egyre többen termesztenek zöldségféléket. A fekete debelácsi föld, ahogy a helyiek hívják, tökéletes a répa termesztésére, de a zöldség és a pasterna félék is kitűnően teremnek ebben a fajta földben. Sike Endre már évek óta zöldségféléket termeszt, és már a belgrádi nagybani piacokra is viszi portékáját. A jó időt kihasználva még mindig nagyban folynak a munkálatok a dél-bánáti határban is. Befejező fázisban van a kukorica és a szója betakarítása. A zöldségtermesztők is nagyban dolgoznak. Sike Endre, Torontálvásárhelyi termelő elmondta, hogy az öntöző rendszernek köszönhetően idén megúzták a szárazságot a konyhakerti veteményei. Nekünk erre eső lehet, hogy jobb is, hogy ne legyen. Kukoricára, meg a többire köllött az eső, de erre a kertészkedésre mink átmentünk csöpögtetőre, locsolás, muszáj, úgyhogy nekünk a vízzel nem volt probléma. Eléve ment, hogy ment, rászorult arra, hogy lassan újítani kell a gépezetet. Régebben voltak munkások, most elmentek külföldre, mink itten arra szorultunk, hogy másfelőrük hozzuk a munkásokat, de azok is munkások eljönnek dolgozni, de ő nézi az ő felét, nem nézi, hogy a gazdának is jól ügyön meg neki, és ő csak nézi, hogy elvegye azt a napszámot, hogy jól van az a munka megcsinálva, vagy nincs. Mi is nem vagyunk ott velük, ott a munka nincs. Arra szorultunk, hogy gépesíteni kell, amit csak lehet mindent gépesíteni. Még az mellett is küllenek emberek, de nem annyia. Sikerült olyan gépeket vásárolniuk, melyek nagyban megkönnyítették a munkát, és képesek akár több embert is helyettesíteni. Több küllött az ide is, több munkás is. Most, ahogy a gépeket is felújítottuk, mostan egy soron annyi van, mint máskor öt soron. Sokkal gyorsabban halad a szedés is, mosás is, jobb a robánk is, úgyhogy muszáj lett venni új gépeket, új pakolót, új mindent kint, ahogy a határba, úgy otthon is újítottunk. Milyen gépezetekről van szó? Hát először is küllött az új vető, az apró szömökre a vető, amelyik pontosan vet, ahogy akarjuk, úgy állítsuk, húzza a csöpögtetőt bele, rakja a bogaraknak a mérget, vagy ha akarunk rakni műtrágyát, hogy gyorsabban induljon a növény, akkor küllött az a bankház csináló gép, na akkor már küllött másik traktor is, erősebb is, mint amilyen volt. Akkor most vettük ezt a kombájt, a sárga répa szedőt, úgyhogy most egy rossz alatt 2000 kilát el tudunk készíteni, az felszedni, és többet tart az út, mint amit szedjük. Úgyhogy így előre vagyunk, mostan munkások csak otthon pakolásra kellenek. Ezekre a befektetésekre azért is volt nagy szükség, mert Dél-Bánátban is egyre aggasztóbb a munkaerőhiány. Megkönnyítettük a munkát, majdnem nem függünk a munkásoktól. Itt van, én hajtom a kombájt, meg egy jó sofőr, megbírunk csinálni, amit máskor 30 emberrel kell csináljak. Azt gondoskodtam, hogy jönnek dolgozni, nem. Emitten a kuncsaftok, meg ha megröndölik a robát, mink el kell készítsük, úgyhogy most nincs annyi idegösködés, hogy jönnek, nem jönnek, hogy kell volt, mikor régebben nem jöttek, mint külött dolgozunk késő hajnalig, hogy elkészítsük azt a robát, hogy ők elkapják, mert ha egyszer nem visszük el,
elmennek más túlvesznek, meg komolyak kell lenni a piacon, nem lehet, hogy megígérjük, azt aztán nincs. Egy nagy befektetésről van szó. A mai világban nem rizik? Hát, hogy mondjam, föltanáltuk magunkat, mindig jó robát viszünk, vannak jó kuncsaftaink, úgyhogy mind csak szélesíteni, ahogy mondtam már régebben is, mind csak szélesíteni akarjuk, nem akarunk megállni. Hogy látod a jövőt? Tehát van-e még valami tervedben, még valamit újítani? Vagy most ez körülbelül ez az, amit megtettél? Hát, majd akarok egy nagyobb hűtőházat csinálni. Most, ahogy szedjük így kombája, nagyobb tárolóhely, régebben a zsákokba volt, be lehetett tenni supákba. Említetted, hogy egész éven át tulajdonképpen nem állsz meg, tehát egész éven át csinálgatod. A sárgarépa meg a zöldség mellett milyen termésről van szó? Van még, van sárgarépánk, pisztérnákunk, cvejklánk, van az a hosszú retök, ahogy mondják, kínai retök, van fekete retkünk mostan. A zöldséggel, meg sárgarépával, meg a pisztérnákkal, ahol nem állunk le egész éjbe. Az van, hogy mondjuk, míg nekünk kezdődik márciusban a vetés, jövő májusig van robánk, aztán már úgy nézzük, hogy lesz télen már letakar, vagy mire elfogyik, hogy legyen már megint fiatal. A zöldségtermesztő a friss portékát főként a belgrádi piacokon értékesíti. %50-kal kevesebb burgonya termett idén Magyar Kanizsa községben az előző évhez képest. A gumók kicsik és betegesek is, és állítólag tavasszal 1 kg burgonyára elérheti akár a 150 dinárt is. Nagy a választék a magyar kanizsai piacon. Fehér vagy piros, kisebb vagy nagyobb, szinte mindegyik fajta krumpli megtalálható. Ahogy a kínálat, úgy az ár is igen változó. 80 dinárért kisebb gumókat lehet venni, viszont van 5 kilós kiszerelésben, ami 500 dinárba kerül. Míg 10 kilót 900 és 1000 dinár közötti árértékben tudunk beszerezni. A vásárlók szerint egyelőre még megfizethető a burgonyára, úgy vélik ennél a növénynél még nem történt akkora drágulás. Vásárolni pedig mindenki a saját pénztárcájához mérten vásárol. Valaki nagyobb, míg mások kisebb kiszerelésben. Eléggé sűrűn fogyasszuk, mert szeretjük pirének is, sült krumplinak is, meg, és a zára az meg 80 dinár kilója. Háromtagú család révén mi nem olyan sok krumplit fogyasztunk, körülbelül egy másfél kilót hetente. Őszintén megmondva, ahhoz képest, hogy mindennek fölmegy az ára, reálisnak tartom a jelenlegi árakat. Környékünkön tavaly ilyenkor 50 és 80 dinár között mozgott a burgonya piaci ára. Már egy évvel ezelőtt arról számolt be a sajtó, hogy hiány lesz belőle, viszont idén már a termelők is ettől tartanak. A növényt ugyanis hiába locsolták, a gumók kicsik maradtak, így pedig kevesebb termet belőle. Mondta Holló Lilla, termelő. Szerbiában egyébként a megtermelt burgonya nagy részét elfogyasztja a lakosság. Kivitelre még jó termés esetén is, átlagban is alig jut. Vannak, akik szerint az idei termés csak az év végéig lesz elég. Az idei év nálunk is, mint a termelők nagy részénél nem volt túl produktív, ami a burgonyát illeti. Ez a nagy szárazság és a hőség, ez rányomta bélyegét a termésre. Hiába a locsolás az azért nem olyan, mint hogyha egy kiadós esőt kap a növény. Tehát mondhatom, hogy egy 50%-os terméskieséssel számoltunk. Minőségileg mi mondható el róla? Minőségileg nem rossz, nem sok beteg, illetve rágott gumó volt. Mennyiségileg is, tehát darabszámra volt elegendő, viszont nem tudta a növény kinevelni a gumókat megfelelően, tehát aprók maradtak, így a kiló az már nincs meg. Ugye említetted, hogy 50%-os terméskiesésről lehet beszélni. Ez mit fog jelenteni a következő hónapra? Számítani lehet arra, hogy kevesebb burgonya lesz megtalálható a piacon, akár bio? Biztos vagyok benne, mert többi termelővel is beszélve, tehát másoknál is jelentkezik ez a probléma. Azon kívül egyre több termelő is adja fel a mezőgazdaságot, és biztos, hogy kihatással lesz a piacra.
A megnövekedett költségek és az asztály miatt 2023 elejére akár a 150 dinárt is elérheti a krumpli ára a piacokon, hiszen sok termelő raktároz és tavaszra szeretné majd értékesíteni a terményt. A jelenlegi helyzetet pedig még egyes nagy üzletláncok akciói is nehezítik. A termelők ugyanis azokkal az árakkal nem tudnak lépést tartani, az eladott terményből pedig finanszírozni kell a kiadásokat. Ürményháza határában a múlt héten befejeződött a szója betakarítása. A gazdák szerint az elmúlt időszakban egyre inkább csökken ennek a haszonnövénynek a termesztési területe. Az elmúlt 30-40 évben úgymond hagyományá vált a szója termesztése az ürményházi határban. A 2200-2300 hektárnyi termőföld legnagyobb területén az idén is szóját vetettek. A termés hozama igencsak kiszámíthatatlan, és hektáronként 1000 kg-tól 5000 kg-ig terem. Kimondottan csapadékfüggő haszonnövény. Az ürményháziak a termelést a nagyjából a szója termelése alapozzák. 40%-a körülbelül a határnak az idén is szója volt, de évről évre csökkentjük, mert már a harmadik év, hogy egy nagyon komoly aszály van a hátunk mögött. Sajnos a hozamra ez persze, hogy kihatott. Meglepően még valamennyi termett is, de voltak határrészek, ahol vetéstől aratásig alig esett komoly eső, csak ilyen 4-5 liter záporocskák voltak, ami a szójának nem elegendő. Egy kukoricának, napraforgónak az még segít is, mert tölcsél alakú a kukorica level, és oda vezet a gyökeréhez, de szójához, ha 20 liter nem esik le négyzetméterenként, akkor az csak harmatnak számít. Úgyhogy mondhatjuk, hogy a mi szójáink a harmadból adták ezt, amit adtak. A hozamok nagyon rosszak, tehát nem is mondhatjuk, hogy tarkák, hanem hogy rosszak, mert mindenfele rosszak. Itt ilyen 500 kiláról beszélhetünk holdankénti átlagról, néhol elérte 600-at, volt határrész, ahol most is különben épp, amit aratunk, itt volt egy picikét jobb zápor, abban az időben, amikor kellett neki, itt eléri a 700-at, lehet, hogy még a 800 is meg lesz holdján, de ilyen 500-600 kilás átlagról beszélhetünk. Móricz Róbert 70 hektáron gazdálkodik, 4 éveim már precíziós termeléssel. A szója idei átlaghozama nála 600-800 kg holdanként. Nem azt mondom, hogy kifogástalan jó termés, de az idei évhöz viszonyítva nagyon jó. Mert én úgy álltam vele a nyáron, hogy még ennyi se lesz. Hogy honnan nevelte ki a növény, vagy mit csinált, ezt nem tudjuk mi magunk se. Egyszerűen valami termést kaptunk. A terményárak igaz, hogy az égbe szöktek, de amikor átszámolja az ember, hogy most egy 600 kilás szója termése beszorozva 80 dinárra, az 48 ezer dinár per hold. És akkor, amikor átszámoljuk, hogy hol a befektetés, akkor szerintem nem egy pozitív nullán kapunk, hanem még a nullán amarul vagyunk. Mert magunk is tudjuk, a nyersanyag, a repróanyag minden főment, úgy gondolom az üzemanyag is beleértve, a műtrágya, a vegyszerek, és ez mind kiadásra jár, és azt mondják, hogy még hogyha ne adja jó Isten valamit, nagy javítást kell végezni valamelyik gépen, akkor hol van itt a termelő az egészben? Egy kiadós nyári zápor 1000 kg-mal is megemelheti a szójabab hektáronkénti terméshozamát. Különösen a kellő időben a falu ünnepe Szent Anna napja körül esik, de ez az elmúlt 3 évben nem így volt. Mi azt mondjuk, hogy vízhiányunk van, közben Európa legnagyobb víztároló csatornája itt folyik el előttünk, és nem tudunk belőle vizet, azt mondjuk, hogy szipolyozni, vagy tárolni, vagy a kanális rendszereket, hogy főtőteni, mert ha főtőtenénk a kanális rendszereket, tehát ez már magától érthetődik, hogy a kapillárokon és a harmaton nagyon sokat kapnánk belőle. Azt mondják, hogy nagyon nagy a költség, hogy a kanális rendszereket főtőtsék vízzel, mivel nálunk az egész az Icsifalvi községben úgy mondják, hogy lecsapolásra vannak a kanális rendszereink, és ezeket át kellene vezetni, hogy igenis, hogy öntöző és lecsapolási rendszer legyen. Én voltam bent a vízgazdaság igazgatónál, és mondtam, hogy nekünk nem, személy szerint nem öntözni akarnák, csak annyit, hogy töltsék meg nekünk a kanális rendszereket vízzel. Mivel pár ezer kilométer az Icsifalvi községben kanális rendszer, és azt mondják, hogy azt nem lehet, mert nem reverzibilis pumpák léteznek itt a pumpaházaknál, ahol a pumpálják ki a vizet, akkor szóval befektetés kellene a vízgazdaságtól, de erre úgy látszik, hogy nem akarnak, vagy nem tudom, hogy nincs rá pénz, vagy mi a gond ebben az egészben.
Hogy öntözéssel biztos termést és magas hozamokat lehet elérni, azt bírói gazdasága bizonyítja. 70 hektárt magának a Bíró Agrárnak sikerül öntözni, van két öntözőrendszerünk, a tartomány által támogatott öntözőrendszerünk. Itt az öntözőrendszer alatt sokkal jobb a helyzet, úgyhogy itt rekordhozamról beszélhetünk, de a legnagyobb gond az, hogy a zárkok szárazak az ürményházi határba, úgyhogy hiszem azt, hogy a többiek is öntöznének, nem maga az öntözőrendszer telepítése annyira okoz gondot, mint amennyire okoz gondot az, hogy a zárkok szárazak, ha is itt folyik a Duna-Tisza csatorna, és hát teóriában lehetne őket föltölteni, biztos, hogy ide komoly befektetésekre van szükség, de ez megmentethetné a jövőben az ürményháziak sorsát. Az időjárási viszontagságok miatt aránytalan volt a szújjaba beírése. A termény minősége nem megfelelő. Van közte zöld szem, van aszalodott, de penészes is. A jobbár reményében a termelők ilyenkor tárolni szokták a szújjababot. A mag minősége miatt azonban erre az idén nem számíthatnak. Már nem Vajdaságban a legdrágábbak a szántók. A termőföld ára az elmúlt hónapokban tovább emelkedett, de leginkább a belgrádi régióban, Sumadiában és Nyugat-Szerbiában. A belgrádi régióban a legdrágább termőföld hektárja az idei harmadik negyed évben 41.800 eurót ért. Tavaly ugyanebben az időszakban pedig 29.800 euróba került. Az adatok szerint Sumadiában és Nyugat-Szerbiában nagyot ugrott a termőföld ára. Az idei harmadik negyed évben a legdrágább szántó hektárja 35.200 euróba került, míg tavaly 20.000 euróba. Dél- és Kelet-Szerbiában a rekordár elérte a 25.200 eurót. Vajdaságban a legmagasabb árat Délbácskában jegyezték, itt 27.500 eurót kértek egy hektár szántóért. A sertéstenyésztésben továbbra is rendkívül kedvezőtlen a helyzet. A termelők még mindig nagy válságban vannak. Ehhez hozzájárult a járvány, az inputanyagok drágulása, az ukrajnai háború, valamint az állam érdektelensége, hogy segítsen ennek a szektornak. Hangzott el a Vajdasági Gazdasági Kamarában egy a közelmúltban megszervezett találkozón, amelyen jelen voltak a sertéstenyésztők és a terület szakértői. Rámutattak arra, hogy Szerbia nem állít elő elegendő mennyiségű húst, ezért behozatalra szorul. Szerbia 9 hónap alatt 213.000 malacot és 31.000 tonna sertéshúst importált. Egy kiló hízó sertés átlagára az első 6 hónapban 156,5 dinárba került. A hízótelepek össztermelése mintegy 1.200.000 darab, ha a létszámból levonjuk a levágott malacok számát. Amennyiben 5 millió sertésre lenne szükségünk, világos, hogy nagy gondban vagyunk, mondták a termelők. Hangsúlyozták, hogy a sertéscomb árkorlátozása 11 hónapja tart, a törvény szerint pedig csak 6 hónapig tarthat. A gazdák sürgős találkozót követelnek jelen a Tanaszkovics új mezőgazdasági miniszterrel, és konkrét javaslatokat terjesztenének elő a válság enyhítésére. Az egyik javaslat, hogy az állam vásárolja fel a sertéseket árukészleteinek feltöltésére. A világ első növényi alapú méze januárban kerül forgalomba Európa egyes országaiban, melyet az egyik legnagyobb európai bioélelmiszergyártó dob piacra. Ez az első olyan méz alternatíva, ami nem tartalmaz feldolgozott szirupot vagy koncentrátumokat, mégis ugyanolyan ízű és állagú, mint a méhek által készített méz. Emellett a beltartalmi értéke is ugyanazok. Tartalmaz bioaktív, immunerősítő és prebiotikus hatóanyagokat is. Az első növényi alapú mézzel a gyártó célja, hogy a méh barát eljárásokkal kielégítse a minőségi méz iránti folyamatos növekvő globális keresletet. Európa első növényi alapú méze magas termelési létesítményekben készül majd Európában, kiküszöbölve a szezonális méztermelést. Ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat visszanézhetik a www.panonrtv.com oldalon. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal. Viszontlátásra!